Felhívjuk kedves figyelmüket, hogy egy amatőrfilm következik. Jó szórakozást kívánunk! Minden még az 1800-as években kezdődött. Egy kutatócsoport kereste a világ nagy rejtélyét, az emberek legnagyobb álmát, az örök élet titkát. Hosszú éveken át kísérleteztek, eredménytelenül. Sokuk fel is adta, de néhány kitartó tudós tovább kutatott. Végül sikerült nagyon közel kerülni a megoldáshoz, de a sikeres biológiai és kémiai reakciók lefutása után a sejtek instabillá váltak, amely a kísérleti alany halálához vezetett. Tudták, már csak a tökéletes arányt kell megtalálni a stabilitáshoz. Több száz sikertelen próbálkozás után egyik este a főprofesszor saját laborjában kísérletezett. És egy váratlan kis balesetben rátalált a tökéletes arányra. Nem akart hinni a személynek. Berakom az autóba. Jaj, gyerekek, most már fejezzétek be! Kész a reggeli. Már ennyi az idő. Mit vettél be? Csak egy fájdalomcsillapítót, megfájdult a fejem. Az én fejem is majd szétrobban. Kérsz te is? A kávé a legjobb gyógyszer. Ma reggel az unokája és lánya szeme láttára megölték a város legbefolyásosabb milliárdos üzletemberét, Szász Gergelyt. Több sikkasztással is vádolták, a helyi rendőrség bosszúra gyanakszik. Ma munka után beutom a nőgyógyászhoz. Elkísérjenek? Ámkákasi. Csak pár perc az egész. Újabb tüntetések és zavargások voltak világszerte több akkor ma vitte a kocsit. A korrupnak tartott frissítést végrehajtó. Nem szükséges, amár ott vagyok. Sok civil megsérült, két rendőr életveszélyes nem vitatkozom. Került kórházba. Annyit kérek, hogy dob ki az állomás mellett. Több politikus és üzletember szerint továbbra is végeznek listák kívül frissítés. De akkor kapd össze magad, mert mindjárt indulunk. Az intézmény minden cáfol. Jó, persze, ez természetes. Jó, jó, bízd csak ide. Oké. Megoldom. Ez is, hogy mennyit bír aggódni. Jól vagy, kicsim? Megint vacakol kicsit a fejem. Tudsz így vezetni? Ne vegyem át. Persze, semmi komoly. És? Gondolkodtál már azon? Min? Tudod, hogy elmondjuk nekik. Még nem. Várjunk egy kicsit.
Jó, hát te tudod, de nem tudom, hogy miért aggódsz. Nem aggódom, csak szeretnék biztosra menni. Vigyázz! Nem tudnak vigyázni! Bocsánat. Biztos, hogy jól vagy, kicsim. Doktor úr! Parancsoljon! A feleségemet nemrég hozták be CT-vizsgálatra. Á, akkor maga Viktor, Anna férje. Igen. Mondja, hogy van? Nézze, nem tudok jót mondani. Nincsenek jó híreim. A feleségének nagyon súlyos inoperábilis asztrocita alapú agydaganata van. Úristen! Nagyon sajnálom. De fel fog épülni? Ilyenkor nehéz biztosat mondani, de legjobb esetben is legfeljebb egy hónapja van hátra. Ez nem lehet. Tényleg nincs semmi esély. Nézze, végstádiumú. Nem tehetünk semmit. Higgy el, nagyon sajnálom. És a kisbabánkkal mi lesz? Igen. Az első trimeszterben van, ugye? Igen, a 6. hétben. Sajnos a babának csak akkor lenne esélye, hogyha a felesége még legalább 6 hónapig kibírná, de ehhez tényleg csoda kellene. Értem. És köszönöm. Kérem. Szeretné, ha beszélnék vele, vagy inkább maga mondaná el? Majd én. Rendben. Ha megbocsát, most mennem kell. Most feküdj le. Az orvos azt mondta, hogy sokat kell pihenned. Olyan gyengének érzem magam. Ez csak a gyógyszer mellékhatása. Ne aggódj. Szeretlek. Én is nagyon szeretlek. Frissítés az új generáció, újabb tüntetések a korrupt frissítés ellen. Minden, amit tudnod kell a frissítésről. Ez a magyar tudósok legnagyobb felfedezése világszerte elismerést kapott. Egyre több információ kerül napvilágra a frissítéssel kapcsolatban az elmúlt egy évtizedben. És bár még az elején nem az üzleti szempont volt a legfontosabb, sok év után mégis legfőképpen a haszonhúzás volt az elsődleges. Persze az illetékesek cáfolják mindezt. Egyes információk szerint már az 1800-as évek vége felé történt meg a felfedezés, mégis alig csak 1935-ben került a nyilvánosság elé. Egészen 1935-ig a technológia létezése és az orvosi beavatkozások titkosak voltak, azóta sem tudni pontosan, kiken végezték el. Na, ha nyilvánosságra hozták az addigi listát, melyen 14 személy szerepelt, mégis sokan azt vélik, ez még nem a teljes lista. Viszont 35-ben a magyar tudós, a frissítés főprofesszora, dr. L. László megelégelve, hogy felfedezését korrupt üzleti célokra használják fel, úgy döntött, hogy elhagyja a labort és nyilvánosságra hozza felfedezését. Anonim levelet hagyott az akkori állami rádiónál, akik az esti híradás műsorban bemondták a nagy hírt.
Azóta nem látták a professzort. Hír gyorsan terjedt, 24 órán belül már mindenhol tudni lehetett a frissítésről. Az elején a labor vezetője cáfolta a kiszivárgott információkat, de az erős globális nyomás hatására beismerte a technológia létezését. A világ vegyesen fogadta a hírt, voltak, akik a reményt látták benne, és voltak, akik az ellenkezőit, a társadalom elpusztítását. A nagyhatalmak megpróbálták megszerezni a technológiát, de mindeddig nem sikerült. A labor pontos helyszíne máig titkos. Csak is kijelölt pontokon keresztül lehet kapcsolatba lépni a frissítés vezetőjével és professzoraival, nálam csak a budapesti Szent Pál kórházban. Ezeken a pontokon lehet leadni a beavatkozási kérelmet is, amelyet egy hosszas, akár több hónapos elbírálás követ. Eddig csak fontos üzletemberek és sikeres tudósok, orvosok kaptak erre lehetőséget, legalábbis a nyilvános lista szerint. Nem hivatalos információk szerint léteznek további titkos csatornák is világszerte, ahol a fekete kérelmeket fogadják el nagyon sok pénzért. Mit is tud? A frissítés beavatkozás után az ember sejtjei teljesen regenerálódnak és megfiatalodnak. De ami talán fontos még, hogy minden olyan betegségből is kigyógyul, amelyen nem született. Már majdnem megvan minden bizonyíték. Remek. Hamarosan végre megoldódhat az ügy. Egy-két hét és végleg leállíthatjuk. Úgy legyen. Jó napot kívánok! Érdeklődni szeretnék a frissítéssel kapcsolatban. Jó napot! Miben segíthetek? Szeretnék egy kérelmet benyújtani. Azt itt lehet, ha jól tudom. Igen. Ezt töltse ki. Tegye bele a borítékba és hozza vissza nekem. Köszönöm. Hogy mi? Ezek nem normálisak. Ne haragudjon, kisasszony, de tényleg fél évet kell rá várni. Volt már, hogy két évet is. Nincs valami gyorsabb eljárás? Sajnos nincs. Kérem, értse meg. Nagyon fontos. Engem értsen meg. Ilyen az eljárás. Ennél többet nem tehetek. Akkor ki tudna tenni? Kihez fordulhatok? Nincs kihez. Töltse ki a kérvényt, és mi majd értesítjük. Persze. Majd két év múlva mi? Általában hamarabb megvan. Nem hiszem el, hogy nincs itt senki, aki segíteni tudna. Kérem, nyugodjon meg. Töltse ki a kérvényt, azután távozzon. Nem tudok megnyugodni. Figyeljen. Nagyon sürgős. Mondja meg, hogy kihez fordulhatok, aztán el is húzok innen. Mi a gond? Egy férfi frissítési kérvényt szeretne beadni, és minden áron beszélni szeretne Hallmann professzorral. Melyik férfi? Hát ez. Még egyet. Thank you.
Nem akarok beleszólni, de jól van? Máskor is láttam magát itt, de ennyit még soha nem ivott. Nincs dolga. Tesó, tudod hány óra van, bazd meg? Ez nálad mióta számít? Öregszem én is. Na. Gyere be. Kösz. Rosszul festesz és büzles, mint egy patkány. Nagy baj van, haver. Köpjed. Annáról van szó. Meg fog halni. Kurva élet. Mi történt? Egy daganatom van. Meg talán 2-3 hónapja. Nagyon sajnálom. Bárcsak segíthetnék. Egy kicsit tudsz. Jöttem a társamért. Mit szívtál, öreg? 1000 éve kiszálltál. Muszáj. Szükségem van rá. Csak így tudom megmenteni Annát. Mire készülsz? Frissíteni akarom őt. Te szedsz valami pénisznevelőt, hogy ekkora fasz vagy? Ez az egyetlen esély. Anna mit szól hozzá? Nem tudja. Az se, hogy a halálán van. Az az érzésem, hogy a te agyaddal sincs minden rendben. Annó ő volt az, aki megmentette az életem. Aki kihúzott ebből a szarból. És kezdtem egy normális életet.
Most rajtam a sor. Amikor erőt vettél és kiszálltál, jó útra tértél. Felnéztem rád, most meg vissza akarsz esni. Anna nélkül úgyis mindegy lenne. Hát jó. De kurvára nem értek veled egyet. Veszel a társad, dugd föl. Kösz, hogy vigyáztál rá. Veled megyek, szólok a srácomnak is. Ne, ne. Csendben, észrevétlenül kell belopóznom. Ha egy hadsereg esik be, akkor lekapcsolnak. Remek terv. Ezt mind egyedül találtad ki? Bíz bennem. Az életemet is odaadnám érte. Oké. Takarodj. Hey. Hívj, ha kellek. Sok sikert. Rémus doktor, sikerült összehasonlítani a két mintát? Már elkezdtem. De szerintem csak holnapra lesz meg a végeredmény. Amit megvan, azonnal szóljon nekem. Igenis, ezredes úr. Úgy lesz. Reméljük, bebizonyosodik a gyanú, és meg lesz kiárult el minket. Várj, segítek! Bevetted a reggeli tablettákat? Persze! Jó, akkor jól van. Tessék csak! Köszönöm. Hányadikra? Vigyen Hallmann professzorhoz. Atyaisten, már is! Mit csinálsz? Megmentem az életed. Csak semmi hősködés. Gyere utánunk. Professzor úr! Mit óhajt? Van itt egy férfies. Mi folyik itt? Üljön vissza! Így akarod megmenteni az életemet? Mindjárt. Fogd ezt meg. Nem akarom. Fogd és tartsd a professzorra. Ne kérj ilyet! Muszáj. Bízz bennem.
Mégis megmondaná valaki, hogy mi történik itt? Őszintén, az engem is érdekelne. A segítségére van szükségem. De mégis miben? Gyere, ülj oda. Nem voltam hozzád őszinte. Kérlek, bocsáss meg. Te meg miről beszélsz? Nem bírtam elmondani az igazat, mert tudom, hogy van megoldás. Egy szavadat sem értem. Én még kellek? Mindjárt maga jön. Figyelj, kicsim. Már csak napjaid lehetnek hátra. Hogy mi? Az orvosok végső stádiumban lévő agydaganatot diagnosztizáltak. Úristen, ez már biztos. Megcsináljuk, és megmenekültek mindketten. Hogyan? A gyerekünkkel mi lesz? Ne hagyj itt! Csak oda megyek. Miben kell segítenem? Mond magának valamit, az, hogy frissítés. Igen, de mi van vele? Azt akarom, hogy végezzék el a feleségemen. Ne haragudjon, de ez nem így megy, hogy csak... Kurvára nem érdekel! Nagyon jól tudom, hogy megy, azért vagyok itt. Frissítés? Nekem? Nincs más lehetőség. Miért nem adnak be egy kérvényt? Ezt? Szart se ér! Én megpróbáltam. De mindketten tudjuk, hogy több hónapot kell várni az elbírálásra, és amúgy is csekély esély van rá, hogy elfogadják. De én hogyan segíthetek? Meg kell kerülni a hivatalos eljárást, és még ma kezelni kell a feleségemet. Hát, sajnos ez lehetetlen. Törje a fejét, dokikám! Nem titok, hogy korrupt ez az egész rendszer, nekem nem mondja, hogy lehetetlen. Nem kell mindent elhinni, amit a hírekben mondanak. Valóban? Legjobb esetben is csak a kérvény elfogadása után tudok segíteni. Marhaság! Értse meg, nem sétálhatunk csak úgy be a laborba és végezhetjük el a kezelést. Erősen védett terület. Maga értse meg, hogy nincs idő várni. Nagyon sajnálom, ami a feleségével történt. Muszáj ott elvégezni? Hát a mostani eljárás csak ott végezhető el. Mostani? Igen. Régen lehetett a laboron kívül is, de már nem. Azóta sokkal bonyolultabb lett az eljárás. Kellenek hozzá a speciális körülmények és felszerelések. Nem érdekel a mostani eljárás. Jó lesz a régi is. Az túl kockázatos lenne. Kockázatos? Most a legnagyobb kockázat is az egyetlen lehetőség. Nyugodjon meg, kérem. Több száz emberen elvégezték már illegálisan. Nekem nem mondja, hogy nyugodjak meg. Nyilvános a beavatkozások listája. Ön is láthatta, összesen nincs 100. Lószart! Én arról a listáról beszélek, amelyik nem nyilvános. Olyan nincs. Nincs. Azt hittem, hogy maga értelmesebb ember. Rémusz doktor vagyok. Üdvözlöm a Frissítés Kutatóintézetben. Kísérje be az urat a laborba. Jöjjön. Gratulálok, szép temetése volt. Kár, hogy nem voltam ott. Hamarosan meglátogathatja magát. Ezt önnek hoztam. Na menjünk. Ezredes úr! Nem ér el később? A DNS mintáról lenne szó. Pozitív le? Igen, uram. Bebizonyosodott, ő volt az. Amint idejön, értesíts. Igenis, ezredes úr. De izgi. Mielőtt nekivágnánk, kérem, ellenőrizze az adatokat. Mutassa.
most elmehet. Szóljon, ha még kellek. Vegye le az akóját és foglaljon helyet. Utassa a karját. Vegye le az inget meg a cipőt, aztán feküdjön le. Most már nem mozogjon. Sietnünk kell, nincs sok időnk. Viktor, muszáj ezt. Majd szétrobban a fejem, nem bírom. Meg kell értened, szívem, hogy ez az egyetlen esély, hogy te meg a baba megmeneküljetek. De milyen áron így? Bármit megtennék értetek. Vegye fel! De rólunk egy szót se. Igen, tessék. Én sajnos rossz hírem van. Nem sikerült megszerezni minden bizonyítékot. Lehet megéreztek valamit. Minden rendben lesz. Félek, nem fog összejönni. Értem. Most köszönök mindent. Már alig látok, és nagyon gyengének érzem magam. Tarts ki, drágám. Tarts ki. Nagyon szeretlek. Én is. Na ide figyeljen! Már is indulnunk kell, nincs több időnk! Tudok szólni az érdekükben, és akkor az elbírás gyorsan... Kurvára nem érdekel az elbírálás! Úgy látom, még mindig nem fogta fel. Most indulunk, vagy többé másnak sem fog segíteni. Világos. Na jól van. Elnézést, hogy indulatos voltam. Szigorúan titkos információ. Azok titkos dokumentumok, kérem adja ide. Titkos? De mégis, miköze van az écnek a frissítéshez? Semmi. Várjon már egy kicsit.
Jó ég. Ezek meg milyen beteg kísérletek? Miről beszél? Hát amik itt vannak. Ez csak egy tanulmány. 1906-ra sikeresen előállítottak már 4 olyan betegséget, amelyel csökkenteni tudják a populációt. Elsőként Afrikában alkalmazták azokat, és figyelték annak hatékonyságát. Jobb, ha ezekről nem tud. Hogy mi? És mi ez a hosszú névlista? Hát az... Hogy mennyire tudtam. És mindvégig tagadta. Itt nem csak pár ezer van. Több tízezer is lehet. Valamivel több, mint 300 000. Hogy mennyi? És ez? Az a mag. Nélkülözhetetlen a frissítésre való szerelő állításához. Sokat olvastam a frissítésről. Ezekről még soha nem hallottam. Mint már mondtam, ezek mind titkos dokumentumok. Rengeteg emberen elvégezték. Tudta ezt. Mégis végig hazudott. Mégis mit mondhattam volna? Mit gondol csak, hogy elárulok mindent annak, aki idebe téved? Ne roncson a helyzetén. Figyeljem. Önmagában a frissítés az egy nagyon jó dolog. Az orvostudomány egyik legnagyobb felfedezése. A baj azzal van, hogy rossz kezekbe került az irányítás. És sajnos nem az eredeti tervek szerint kezdték el alkalmazni. És hogy jönnek ide azok a kísérletek meg betegségek? Beteg embereken tesztelték a frissítés hatékonyságát? Valóban meggyógyít minden olyan betegséget, amelyel születéskor nem rendelkezett. Igen, ezt olvastam. De itt most nem erről van szó, sokkal rosszabbról. Mennyivel? Mi gyógyításra terveztük. De miután az ezredes átvette a projekt irányítását, a világ legnagyobb fekete üzletévé alakította, ami időközben egyre csak rosszabb lett. A kísérletekben nem gyógyítottak, hanem épp ellenkezőleg. Hosszú távon, ha túl sok ember marad életben a frissítés miatt, túlnépesedhet a bolygó. Továbbá a föld adta források is végesek. Minél több ember él, annál kevesebb jut egy főre, érti már? Nem vagyok benne biztos. Egyrészt az egyensúly fenntartása érdekében, másrészt a körülmények javítására azoknak, akik frissítésen esnek át, tömeges pusztítást végeznek. Elsősorban a szegényeket célozták meg. Ehhez biológusoknak több betegséget is sikerült előállítani, amik természetes módon is tudnak terjedni észrevétlenül. Nagyon sokat kísérleteztek embereken. Ha ez igaz, akkor ez a világ legsötétebb hálózata. Nincs mindenre bizonyíték, de sajnos igaz. Mit ért azon, hogy a körülmények javítására? Nézze, ha a föld túlnépesedik, nyomor lesz. Nem jut elég víz és élelem az embereknek, még a gazdagoknak se. Akkor sokkal több erdőt is ki kéne vágni, kevesebb levegő maradna, és az is egyre rosszabb minőségben. Ki akarna frissíteni ilyen körülmények között? Tehát a népirtás is az üzlet része. Pontosan. Ezzel biztosítanak folyamatosan ügyfeleket. Viktor. Indulnunk kéne. Most. Honnan? Itt vagyok. Hallottam, miről beszéltetek, és én ebben nem akarok részt venni. Minden rendben lesz, meglátod. Te is hallottad. Most csak az a fontos, hogy meggyógyulj. Mivel leszünk jobbak a többieknél? Ezzel ne foglalkozz. Te is megmentettél. Most rajtam a sor. Hogy én? Igen. Amikor jó útra tereltél. Ezt soha nem felejtem el. Látod mégis, mire mentem bele. Kérlek, ne beszélj butaságokat. Én nagyon szeretlek, de ezt nem. Legalább a gyerekünk miatt. Ne. Thank you.
Hogy van 134-es? Mit is mondjak? Egész frissen. Furcsa hangon. Azt meg fogja szokni. Ahogy látom, az adatok szerint minden rendben ment, de pár rutinvizsgálatot még elvégzünk. Ez a melléklet pedig a titoktartáshoz kell. Mi ez? Beültettünk egy őrkutyát a testébe. Mit? Amennyiben eszébe jutna elárulni, hogy itt járt. Az esetben halálos mérget fecskendez a vérébe. Mi van? Ez olyan biztonsági eljárás, és ne próbálja meg kiszedetni, mert akkor is aktiválódik. Nagyon sajnálom, részt vettem. Nem akartam. Nagyon bátor volt. Legtöbb ember még így is belement volna, hogy mentse az életét. Mindig is tudta, hogy mi a helyes út. Meg kell állítani. Megállítani? Ezt az egészet. Ártatlan emberek millióit ölik meg. Hogy gazdag embereket pénzért életben tartsanak. Anna ezért nem akarta. És tudja mit? Igaza volt. És mit tudna csinálni? Még nem tudom. De ez így nem mehet tovább. Eszembe jutott valami. Mégis mi? Hogy hogyan állíthatnánk meg? Sok éven át gyűjtöttem és írtam dokumentumokat a frissítés háttérügyeiről. De soha nem volt elegendő bizonyítékom. És valószínűleg már nem is lesz. Mindent tagadtak volna. Le akarta állítani? Nyilvánosságra akartam hozni a fekete oldalát, nem leállítani az egészet. Rengeteget dolgoztunk rajta, hogy így működjön a dolog. De nem azért, hogy ez legyen belőle. Ha le is állna, bármikor újra rossz kezekbe kerülhet. Igen, erre én is gondoltam.
El kell mondani, hogy mindenki megtudja. Kész öngyilkosság. Mit érnél vele? Semmit. És akkor mégis mi a terve? Emlékszik még a magra, amit a dokumentumokban látott? Igen, de mi van vele? Anélkül nem lehet frissíteni. Azt kell célba venni. Ha sikerül leállítani a magot, nem fogják tudni újraindítani. Sokat kísérleteztek, de sikertelenül. Hogy? A mag az egy energia, mely több összetevő kémiai reakciójaként jön létre. Az összetevők pontos aránya viszont ismeretlen. Ismeretlen? Balesetből az egyik összetevő mérés nélkül került bele. Csak egy összetevő múlik az egész? Bármelyikből, ha csak egy ezelék eltérés is van, instabil az egész. Ha nagyon kicsi az eltérés, akkor lelassul a reakció, aztán leáll. Nagyobb eltérésnél akár robbanás is történhet. És mivel lehetne megállítani? Ezzel. Vízzel? Így van. Ennyi elég? Egy csepp is elég lenne. Kivitelezhető? Le kell menni a mag termébe. Van belépési jogom hozzá. Ott egy pár csepp vizet rádobunk a magra, és lesz úgy egy-két percünk, hogy elhúzzunk onnan. Nem lesz feltűnő, hogy keveset maradtunk? Mielőtt vizet öntünk, el kell tenni két frissítésre való dózist. Akkor nem fognak felismerni? Olyan keveréket kell hozni, ami nem csak fiatalít. Miért? Tud mást is. A magot nem tudták továbbfejleszteni, viszont másban sok mindent elértek. Még az elején csak fiatalítani lehetett, de az alany pont olyan lett, mint fiatal korában. A dózis mennyiségtől függött, hogy mennyire fiatalodott meg. Ma már egy kis DNS mintával az is elérhető, hogy az alany alakot váltson. Állatoknál még nem váltást is elértek. Hát ez egyre jobb. Ezt csak illegális beavatkozásoknál használják. Csináljuk meg. Még ma este. Nagyon kockázatos. De tegye azt, amit mondok, és talán sikerülhet. Induljunk. Ezt vegye fel. Az intézetben csak én beszélek. Ha netán kérdezik, hogy ön kicsoda, mondja azt, hogy a professzor úr segítője. Úgy lesz. Létezik, hogy ezt a technológiát nem próbálták megszerezni. Dehogy nem próbálták. A nagyhatalmak kétszer nagyon is harcban álltak érte. Erről se nagyon írtak. Írtak, csak a frissítést valahogy kihagyták belőle. És senki nem vallotta be, hogy ez indította el a konfliktust. Még az 1900-as évek elején terjedt a hír, hogy létezik az a frissítés. Ekkor vadul kutatni kezdtek, és mindenki azt hitte a másikról, hogy már rendelkezik vele. Végre odáig fajult, hogy kitört az első világháború. Tessék! A háborúnak köze volt a frissítéshez. De még mennyire? Viszont nem találtak semmit. Kezdték azt hinni, hogy nem is létezik. Az egész csak figyelem elterelés. Lassan lecsendesültek a dolgok. Egészen addig, még a 30-as években a Magyar Rádióban nem jelentette, miszerint levelet kaptak a frissítés létezéséről. Azt a felvételt hallottam az interneten. Igen. A felvétel az nyilvános. Viszont ez beindított egy újabb hullámot. A nagyhatalmak ismét mindent megpróbáltak elkövetni, hogy megszerezzék a technológiát. Mivel innen indult ki az információ, egyesek úgy gondolták, hogy itt kell keresni. Ezért elkezdték támadni Budapestet, nem kicsit. A második világháború. Pontosan. De ez sincs benne a történelmi könyvekben. És már nem keresik? Miután nyilvánosságra hozták a létezését, megszületett egy béke megállapodás. Ennek értelmében bármelyik tagállam használhatja, de csak úgy végezhető a frissítés, ha az összes állam egyöntetően jóvá adja. Jó estét, professzor úr! Szép estét! Nyisd ki a kaput!
Megérkezett. Te jó ég. Ezredes úr, itt van. Megjött a professzor. Hozzátok ide hozzá. Intézkedem. Mit művel? Nem kell a felhajtás. Eddig nem zavarta volna? Eddig nem akartam használni. Erre. Várjon. Hogyha nincsenek kamerák? Túl sok a fekete ügy. Ne tudja meg, ki kártak már itt. Japán nem készülök felvétel. De most ilyesünk. Alman professzor! Igen, tessék? Kérem, jöjjön velünk! Elugrom az irodámba és már is jövök. Az ezredes úr kereste önt. Sürgős. Jól van, essünk túl rajta. Gyerünk a maghoz. Ezredes úr! A prof... A professz... Mi van vele? Elmenekült. Ez lenne a mag. Hogy micsoda? Nincs egyedül. És... A francba. Kérd egy kis segítség. Nem vagyok jó. Fasza. Adja ide gyorsan a vizet. Nem kell már sietni. Miért? Ha beindul a vészriadó, akkor a kódom már nem érvényes. Tehát nem tudunk kijutni? Magunktól biztos nem. Hogyan tudhatták meg, hogy mire készüljük? Szerintem nem tudták. Azt mondta áruló. Valamit tudniuk kellett. Nem erre célzott.
Kideríthették, hogy én buktattam le őket 35-ben. Maga vitte el azt a levelet. Valamit sejtettek. Ezért tehették át az iratokat máshol. Most már mindegy. Tegyük azt, amiért idejöttünk. Igen. Megcsináltuk. Jövök, drágám. Újra együtt leszünk. Nem ezt akartam. Bocsáss meg. Jó estét! Rendkívül hírek. Felrobbant az eddig titokban tartott helyen lévő frissítéskutatóintézet, ahol az orvosi kezeléseket és a kutatásokat végezték. A robbanásban számos olyan fontos anyag, berendezés és információ semmisült meg, amely szükséges lenne az újjáépítéshez. Így a tudósok szerint nem valószínű, hogy folytatni tudják a tevékenységüket. Ezzel ma este egy korszak zárul. Try to forget. I thought we were the chosen.